Esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy ők, igaz Isten. Amen. Így ülve maradva imádkozzunk. Dicsőséges Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy imádságként mondhattuk el ezt az éneket is. Dicsőítünk téged azért, mert te benned lett az Istennek minden ígérete, igenné és ámenné. Magasztalunk, mert te vagy az, aki a kígyó fejére tapostál. Áldunk téged mind halálig tartó engedelmességedért. Köszönjük, hogy engedelmes voltál halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És köszönjük, hogy teljes bizalommal kérhettük most tőled, hogy így nagy szerelmedből engedj közel magadhoz minket is, tisztíts meg bűneinktől, ajándékozz meg szent lelkeddel, kereszt halálodnak és feltámadásodnak áldásait és erejét, hadd élvezhessük mindnyájan a magunk életében. Kérünk, hogy segíts most elcsöndesedni. Annyi minden zakatol még bennünk, és olyan jó tudnunk, hogy te pontosan ismered a mi mostani lelki állapotunkat, ismered kételjeinket, látod ürességünket, számon tartod könnyeinket, és hallod a mi kiáltásunkat. Hallgass meg minket jobban, mint ahogy kérni tudjuk. A te igéddel erősítsd a hitünket, segíts tisztán látni, segíts a láthatókon túl a láthatatlanokkal is komolyan számolni, segíts megalázkodnunk a te kereszted előtt. Szólj hozzánk, és adj nekünk halló szívet, engedelmességgel kész lelket. Hadd legyünk itt most mindnyájan, áldott orvos Jézus Krisztus a te rendelődben. Gyógyítsd a mi életünket. Amen. Ezen az ünnep előtti estén, nagy csütörtökön, tudatosan is próbálunk elcsöndesedni, és így is készülni az ünnepre. Ezért alakult ki az a szokás, hogy hadd beszéljen az ige önmagáért, és minden különösebb magyarázat nélkül így együtt is végig olvassuk, végig hallgatjuk Jézus Krisztus szenvedésének a történetét. Aztán úgy veszünk részt benne aktívan is, hogy amikor egy-egy résznél egy-egy nagyon frappáns énekverssel válaszolhatunk az igére, akkor válaszolunk. Ezeket az énekeket külön nem fogom bemondani, amik a táblán vannak, azok, amiket közben majd énekelünk. Az orgona előjátéka jelzi, hogy most az énekes könyvére nyúlhatunk, és aztán majd eléneklünk valamit. Így figyeljünk Jézus szenvedés történetére, akkor is, ha azt jól ismerjük, ha minden évben, vagy akár évente többször is el szoktuk olvasni, olyan gazdag az ige, hogy hol az egyik, hol a másik részletével szólít meg bennünket Isten. Aztán majd a legvégén egy egészen rövid ige magyarázattal zárjuk. Olvasom tehát Jézus szenvedésének a történetét, úgy, ahogy azt a Máté evangéliuma elénk adja. Amikor még beszélt, íme odament Júdás egy a 12 közül, és vele együtt sok nép fegyverekkel és botokkal, a főpapoktól és a nép véneitől. Az áruló pedig ebben a jelben egyezett meg velük, majd akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok meg. És mindjárt Jézushoz lépve így szólt, üdvözlégy, Mester, és megcsókolta. Jézus ezt kérdezte tőle, barátom, miért jöttél? Akkor oda mentek hozzá, kezüket rávetették Jézusra, és elfogták őt. És íme az egyik azok közül, akik Jézussal voltak, kinyújtotta a kezét, kirántotta a kardját, és a főpap szolgájához sújtva levágta annak fülét. Ekkor Jézus így szólt hozzá, tedd hüvelyébe kardodat, mert akik fegyvert fognak, fegyver által kell elveszniük. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném most az én atyámat, és ő nem adhatna mellém akár 12 sereg angyalnál is többet? De akkor hogyan teljesednének be az írások, hogy ennek így kell lennie?
mint valami rablóra úgy jöttetek fegyverekkel és botokkal, hogy megfogjatok engem. Naponként a templomban ültem és tanítottam, és nem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a proféták írásai. Ekkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Mikor pedig azok foglyul ejtették Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol az írástudók és a vének összegyűltek. Péter pedig távolról követte őt egészen a főpap udvaráig, és bemenvén leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a vég. A főpapok pedig és az egész tanács hamis tanúságot kerestek Jézus ellen, hogy megölhessék őt. De nem találtak, bár sok hamis tanú jelentkezett. Utoljára azonban előállott kettő, és ezt mondták. Ez ezt mondta, én le tudom rontani az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap fölkelt, és így szólt néki. Semmit sem felelsz. Mit vallanak ezek ellened? Jézus azonban hallgatott. Ekkor a főpap így szólt hozzá. Esküvel kényszerítelek az élő Istenre, mondd meg nekünk, te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus így felelt, te mondtad. Sőt, mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát ülni a hatalom jobbján, és eljönni az ég felhőin. Ekkor a főpap megszaggatta a ruháit, és így szólt, Istent káromolta, mi szükségünk van még tanúkra. Íme most hallottátok az Isten káromlást, mit gondoltok? Ők ezt mondták, méltó a halálra. Ekkor szembe köbdösték, arcul verték, némelyek pedig bottal ütötték, és ezt mondták, profétált meg nekünk te Krisztus, hogy ki az, aki üt téged. Péter pedig kint ült az udvaron, és egy szolgáló leány odament hozzá, és megszólította. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban mindnyájuk előtt tagadta, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Mikor aztán kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és ezt mondta az ott levőknek. Ez is a názáreti Jézussal volt. És ő ismét esküvel tagadta, nem ismerem azt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott áldogálók odamentek, és ezt mondták Péternek. Bizony, te is közülük való vagy, hiszen a beszéded is elárul téged. Ekkor átkozódni és eskütözni kezdett, nem ismerem azt az embert. És azonnal megszólalt a kakas. És Péter visszaemlékezett Jézus beszédére, aki ezt mondta neki, mielőtt a kakas megszólal, 3-szor megtagadsz engem. És kiment onnan, és keservesen sírt. Mikor pedig reggel lett, határozatot hoztak, a főpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy megölik őt. És miután megkötözték, elvitték és átadták Poncius Pilátusnak, a helytartónak. Jézus ott állt a helytartó előtt, és az kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus így felelt, te mondod. És mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem felelt. Akkor így szólt neki Pilátus. Nem hallod, mi mindennel vádolnak? De nem felelt neki egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó igen csodálkozott. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, akit akartak. Volt akkor egy hírhet foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Amikor összegyűltek, ezt kérdezte tőlük Pilátus.
Melyiket akarjátok, hogy szabadon bocsássam nektek? Barabbást, vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak? Mert tudta, hogy csak irítségből adták őt a kezébe. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége üzenetet küldött neki, ne avatkozz annak az igaz embernek dolgába, mert sokat szenvedtem miatta álmomban. Ám a főpapok és a vének felbújtották a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust ellenben veszítsék el. Azután a helytartó ezt kérdezte tőlük, a kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam nektek? Ők ezt mondták, Barabbást. Mit tegyek hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Ezt mondták, feszítsd meg. Mikor Pilátus látta, hogy semmire sem megy, sőt még nagyobb zavar támad, vizet hozatott, megmosta a kezét a sokaság előtt, és így szólt. Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ti feleltek érte. Ők ezt mondták, az ő vére rajtunk és gyermekeinken. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. Zsidók királya. Majd leköpdösték, elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték. Miután megcsúfolták, levették róla a palástot, a maga ruhájába öltöztették, és elvitték, hogy megfeszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akit Simonnak hívtak. Ezt kényszerítették, hogy vigye az ő keresztjét. És miután odaértek arra a helyre, amelyet Golgotának, vagyis koponya helynek neveznek, ecettel kevert bort adtak innia. Ezt megízlelte, de nem akart inni. Miután pedig megfeszítették őt, sorsvetéssel osztoztak a ruháin. Így teljesedett be a proféta mondása, a ruháimon megosztoztak maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Majd leülve ott őrizték őt, és a feje fölé függesztették elítéltetésének okát, és ezt írták oda, ez Jézus, a zsidók királya. Ugyanakkor két rablót is megfeszítettek vele együtt, egyiket a jobb, másikat a bal keze felől. Az arramenők pedig káromolták őt, fejüket csóválva és ezt mondva, te, aki lerontod a templomot és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett. Magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Hasonlóképpen gyalázták őt a gonosztevők is, akiket vele együtt feszítettek meg. 6 órától kezdve pedig sötétség lett az egész földön 9 óráig. 9 óratájban Jézus hangosan így kiáltott. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek az ott állók közül, akik ezt hallották, így szóltak. Illést hívja. Ekkor egyikük nyomban odafutott, szivacsot vett, amelyet megtöltött ecettel, nátszálra tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hagyd el, lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült,
és a sziklák megelpedeztek. A százados pedig, és akik vele együtt őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, és igen megrémültek. Ezt mondták, bizony, Isten fia volt ez. Amikor beesteledett, eljött egy gazdag ember Arimátiából, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus megparancsolta, hogy adják ki. József magához vette a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírboltjában, amelyet a sziklába vágott. És miután a sír bejáratához egy nagy követ hengerített, eltávozott. A befejező rövid igemagyarázat alapigéjét a Lukács evangéliumából olvasom, egy olyan részletet, amiről Máté nem számolt be, és amit most nem hallottunk. A Lukács evangélium a 23. részének 27-től 31-ig terjedő versei így hangzanak. A népnek és az asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik. Jeruzsálem leányai, ne engem siassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket siassátok. Mert jönnek majd olyan napok, amikor ezt mondják, boldogok a meddők, azok az anyaméhek, amelyek nem szültek, és azok az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor majd kezdik kiáltani a hegyeknek, essetek ránk, és a halmoknak borítsatok el minket. Mert ha a zöldellőfával ezt teszik, mi történik a szárazzal? Fölolvasott szenvedés történetből kirajzolódott az a négy helyszín, amelyen Jézus szenvedése folyt. A Gecsemáne kertben kezdődött, a Júdás csókkal és a letartóztatással, Kajafás főpap vallató termében folytatódott a nagy tanács előtt, és befejeződött a halálos ítélettel. Addig, amíg átmehettek a harmadik helyszínre, a helytartó palotájába, Pilátushoz, addig a már halálra ítélt fogóijjal mindenki azt csinálhatott, amit akart. Szórakoztak az álmos katonák ott hajnal felé Jézussal. Ott történik az a gúnyolódás, ütik velik. A harmadik helyszín Pilátus előtt, ő valamivel tisztességesebben igyekezett bánni a fogóijjal, mivel azonban nem tudta kimenteni vádolóinak a kezéből, gondolta, hát, ha meghatódnak, ha megverti, és az egyik legsúlyosabb, vagy talán a legsúlyosabb büntetést mérte rá, hogy megkorbácsolják, ami azt jelentette, hogy szinte lenyúzták a hátáról, a mesztelen hátáról a bőrt és a húst, és a végén mégis aláírta Jézus halálos ítéletét Pilátus, ezzel fejeződött be itt a harmadik helyszínen az ő kínzatása. Itt tették a vállára a keresztet, és kellett azt kivinnie a Golgotára. Az a negyedik helyszín, a keresztre feszítésnek a helye. És ez, amit itt olvastam, a harmadik és a negyedik jelenet között történt. Amikor már megerősítette a helytartó a halálos ítéletet, és a másik két fogójjal, két gonosztevővel együtt kikísérték Jézust a vesztőhelyre, akkor egy bizonyos sorfal között vezetett az útjuk. Szokás volt, azt mondják, hogy bárki volt a halálra ítélt, mivel zsidó volt, a honfitársai végig állták az utat, és az asszonyok siratták. Volt, aki néhány bátorító szóval próbálta erősíteni, volt, aki, ha tudták, mi a bűneit emlegette mások okulására, hogy ne kövessenek el olyat. Volt, aki vizesedénnyel kínálta, hogy enyhítse a kínját. Ez bevett szokás volt, hogy síró asszonyok között vezetett az út. Az evangélium azonban mást is leír.
olyan élesen három csoportra oszlik az a tömeg, amelyik végignézte Jézusnak ezt az utolsó útját a keresztre feszítés előtt. Többször említik az apostol, az evangélisták, hogy sokan kimentek, hogy megnézzék, mit csinálnak vele. A bámész tömeg az egyik csoport, amelyik nem gondolkozik, nem akar érteni semmit, nincsenek ilyen igényei, nézi. Aztán voltak olyanok, akiket sikerült megtéveszteniük Jézus ellenségeinek, akik valóban első számú közellenségnek tekintették a szelíd megváltót, akikben még talán öröm is volt, hogy na végre pontot tettek határozott mozdulattal ennek a mondatnak a végére, nyugodtan ünnepelhetünk, még a nagy ünnep előtt kivégzik ezt a gonosztevőt. Mindig vannak, akiket meg lehet téveszteni, akiket a hatalomon lévők félrevezethetnek. És aztán volt ez a harmadik csoport, amelyik alapigénk szólt, amelyik sírt. Ki tudja miért? Nincs itt, hogy miért sírtak ezek az asszonyok, talán köztük férfiak is. Talán azért, mert sírhatnékjuk volt. Sok feszültség van az emberben, és néha elég valami ürügy arra, hogy kicsorduljanak a könnyei, és megkönnyebbül. Talán azért, mert érző szívük volt, és sajnálták. Átélték azt az elképzelhetetlen fizikai fájdalmat, aminek a jeleit látták. A lelki fájdalomról nem sok fogalmuk volt az embereknek akkor sem, amit a megváltó szenvedett. Sírtak, és talán egy-két bátorító szót is mondtak Jézusnak. És akkor Jézus megáll, és rájuk szól, hogy ne sírjanak. Jeruzsálem leányai, én miattam ne sírjatok, mondja. Magatokon sírjatok, meg a gyerekeitek miatt. Mert olyan jövő elé néztek, amelyikben oly keményen sújt le rátok Isten ítélete, hogy jajgatni fogtok, hogy egy hegy bárcsak rátok zuhanna, mert akkor hirtelen vége lenne a szenvedésnek, így viszont sokáig kell szenvedni. Jeruzsálem leányai, ne engem sírassatok, hanem magatokat és gyerekeiteket sírassátok. Mit jelent ez a kemény mondat, amit a megkínzott, agyongyötört, csupasebb hátú Jézus, akinek annyi ereje sem volt, hogy a kereszt rövidebbik felét vigye, hanem átadták a Szirénei Simonnak, akinek jártányi ereje alig volt már, még itt útközben is fontos figyelmeztetéseket mond. Még itt is szinte utána nyúl az ő népének, amelyik eltaszította őt. Még itt is nyitogatja a vaksi szemeket. Tudjátok ti, hogy miért sírtok? Sírni a kisgyerek is tud, de a felnőttnek tudni illik, hogy miért sír. Kit sírtok? Mi az oka? Van-e célja? Van-e értelme annak, hogy sírtok? Engem ne sírassatok, mondja Jézus. Rajtam nincs mit sírni. Ti vagytok olyan állapotban, hogy az ember csak sírva fakadhat azon. Ezt tudjátok-e? Nagyon kemény figyelmeztetés ám ez. Ezen úgy át szoktunk siklani, ez egy annyira mellékes epizódja a szenvedés történetnek. Pedig azért gondoljuk meg, hogy Jézus valóban az utolsó erejével mondta már ezeket a szavakat. Nyilván azért, mert nagyon fontosnak tartotta ezt a figyelmeztetést. Miért ne Jézus miatt, hanem maguk miatt sírjanak? Először is azért nem, mert Jézus nem vétkezett. Ő neki nincs mit sírnia a bűnei miatt, mert nincsenek bűnei. Azoknak, akik ott álltak az út két oldalán, vannak bűneik. És azon bizony csak sírni lehet. És amikor Péter rádöbbent arra, hogy mennyivel súlyosabbak a bűnei, mint ahogy ő elképzelte, akkor semmi más nem tudott tenni, mint sírva fakadni. Kemény, viharedzett férfi ember létére. Mert azon csak bőgni lehet. Akkor csak nyűszíteni tud az ember, amikor az Isten világossága belereflektorozik a szívébe, és kiderül, hogy milyen sötét az. De boldog ember az, aki emiatt tud sírni. Mert Péternek sem kellett megerekednie a bűnbánat könnyeinél, hanem húsvét után megkapta a feloldozást, és megújította Jézus az ő elhívatását és küldetését, és a megváltó, odaszánt életű boldog tanítványa lett.
De úgy lehetett azzá, hogy egyszer bőgnie kellett azon, hogy ilyen aljas, sötét, gyáva az ő szíve, amilyen ott Kajafás udvarán nagypéntek hajnalán volt. Magatokon sírjatok, mondja itt nekik Jézus. Bár látnátok már meg és be egyszer, hogy kik vagytok, mert azon csak sírni lehet. Én rajtam ne sírjatok. Ez senkin nem segít, erre senkinek nincs szüksége, semmit nem visz előbe. Az előbe vinne, ha bűneideken tudnátok sírni. Aztán azért is mondja ezt itt Jézus, hogy nem miatta sírjanak, mert világosan kell látniuk ezeknek az embereknek, hogy Jézusnak nem önmaga miatt kell meghalnia, hanem ő miattuk, akik ott látszólag Jézust siratják, és azért kell meghalnia, mert nem tudnak a maguk elesett állapotán sírni. Ebbe kell belepusztulnia a megváltónak, hogy ilyen megátalkodott és kemény lett a szívünk, ilyen önigazultak vagyunk, hogy ott is talán vádolták Jézus elítélőit, vagy talán volt, aki őt magát, de nem látjuk nyomát annak, hogy a saját mellét verte volna a nép. Egy ilyen utalás van a Máté evangéliumában, egy fél mondat, hogy voltak, akik ott bűnbánatra jutottak. De Jézus éppen erre bátorítja őket, merjetek bűnbánatra jutni. Miattatok kell meghalnia Jézusnak. Ezért nem őt kell siratni, hanem azokat, akik miatt az egyetlen igaznak és ártatlannak a halálba kell mennie. Amit te szenvedsz, Jézus, én okoztam, fejedre hoztam, mind ami kíns ütés ért, magam hoztam rejád. És hogyha ez folytatódik így, hogy Uram, e szenvedésért lelkemben ég a vád, akkor már magán sír az ember, és nem Jézuson. És ő ide akar elsegíteni minket. Aztán azért is mondja ezt nekik, hogy magatokon sírjatok, és ne rajtam, mert Jézus útja a kereszt mélységén és gyalázatán át a dicsőségbe vezet. Ezen nincs mit sírni. Az ő útjuk viszont, ha így maradnak, a kárhozatba vezet. És az kétségbejtő. És most még az elkerülhető. Most kellene sírni, mert aztán késő bánatnak már nem lesz értelme. Jézuson nincs mit sírni. Ő engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való. Ez az ő útja. Most még a rettenet van rajta. Most még azt kiáltja, és talán úgy kiáltja, ahogy Haydnnek ebben a szép kórus művében hallottuk. Én Istenem, miért hagytál el engemet? A bűn mélyén, ahol a mi helyünkre állt, ezt éli át. De ezután jön a dicsőség. Per crucem ad lucem, a kereszten át a dicsőség, a fényesség felé vezet az útja. Az útszélen síróknak viszont az egyre nagyobb mélységbe és sötétségbe vezet az útjuk, ha csak meg nem kapaszkodnak Krisztusban. És nem engedik, hogy kihúzza onnan őket. Ti magatokon sírjatok, mondja. És végül nagyon hangsúlyos itt Jézus szavaiban ez is, hogy és a ti gyermekeiteken. Mert azon is csak sírni lehet, hogy rágódtok a múlton, vagy álmodoztok, hogy a régi dicsőségünk hol késel az éji homályban, századok tűntenek el, de nem gondoltok a jövőre. És nem úgy nevelitek a gyerekeiteket, hogy az élő Istenben jobban higgyenek, mint ti. És nem arra adtok példát nekik, hogy megálljanak, hogy bírják a viharokat, bírják a terhelést, mert nem egyedül vannak, hanem már itt összefor az ő Istenükkel az életük a hitáltal. És így ők is majd a perkrucem ad lucem mennek. Ezek után a szenvedések, sok földi nyomorúság után a mennyei dicsőségbe. Nem ez a perspektíva, hanem istentelen nemzedék, istentelen nemzedéket nevel föl, és vele együtt, meg részben miatta megy az ifjúság is a kárhozatba. Ezen sírjatok, Jeruzsálem leányai, mondja itt Jézus.